Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt szerveztünk egy pályaorientációs napot. Két célunk volt, egyrészt a pályaorientációs tevékenységünk kapcsán segíteni a 7-es, 8-os tanulókat a pályaválasztásban. Ehhez ugye a mi szakmáinkról szeretnünk volna minél több információt adni, másrészt pedig a beiskolázási tevékenységünket is egy kicsit segíteni, az intézményt megmutatni a megye általános iskoláiból idejövő diákoknak. Tehát alapjába véve a három szakmánk a mezőgazdasági gépész, kistermelői élelmiszer előállító, falusi vendéglátó és a családi gazdálkodó szakmáinkat szeretnénk itt bemutatni az általános iskolai tanulóknak. A pályaorientációs nap délelőtti részében előadások voltak. 6 cégtől érkeztek képviselők, akik betekintést nyújtottak vállalkozásuk működésébe. Ezt követően párhuzamosan több helyszínen zajlottak a bemutatók. Ők azt az oldalt mutatták meg, hogyha elvégzik ezt a szakmát, akkor milyen lehetőségek vannak, munkába állás és egyéb lehetőségek. De ők kiegészítő információt adtak tulajdonképpen arról, hogy miről szól a gépész szakma, miről szól a kistermelői szakma. A gyakorlati tevékenységeket szintén a három szakma köré csoportosítottuk, hogy a mezőgazdasági gépészeink a műhelyekbe, erőgép, munkagép, fém megmunkáló műhelyénkbe mennek a gépszínbe, a lévő gépeinket nézhetik meg, illetve hát maga a gyakorlati képzésről kapnak információt, utána pedig kimennek a szántóföldre, és ott egy gépbemutató lesz. A másik oldalon pedig a tankonyhán, tanétteremben a kistermelőknél húsfeldolgozás, ennek kapcsán kolbász készítés, tejfeldolgozás, sajtok, egyebek készítése, édesipari termékgyártásnál bombonok, csokoládék készítése, illetve cukrászatnál sütemények, torták készítése, amit megmutatunk, ami mind tantervi követelménye az elmélet és a gyakorlat során. Az előzetes regisztrációs adatoknak köszönhetően előre fel tudtak készülni az általános iskolások fogadására. Az eredeti tervek szerint 150 főt láttak volna vendégül, de a nagy érdeklődés végül 270 tanulót vonzott az intézménybe ezen a napon. Létszámcsökkentés megállt, sikerült stabilizálni mezőgazdasági gépészetben is, elmúlt években 2 osztályt sikerült beindítani, illetve új szakmák bejövetelével kistermelői élelmiszer előállító falusi vendéglátó szakmába tudtunk osztályt indítani. Most a jelenlegi statisztikai létszámunk 204, tehát kicsit növekedett az előző évekhez képest, mindent megteszünk azért, hogy ez a létszám maradjon, illetve növekedjen. Hát ehhez az kell, hogy fejlődjön az iskola, ha körbenéznek, látják, hogy nagyon sok épületünk megújult. Folyamatosan újulunk, fejlődünk, és reméljük, hogy ennek egyrészt most itt látják az eredményét is, és akkor ez megjelenik a jelentkezők számának növekedésében is.